Szényei András és Horváth Rihárd a város alpolgármesterei köszöntötték 2014 első 60-i babáját és édesanyját. Gábor Gabriella január 1-én délelőtt 11 óra 5 perckor 52 centivel és 3000 grammal született. Polgármester úr üdvözletét is hozzuk. Sok szeretettel gratulálunk az év első kisbabájához. Nagyon nagy öröm ez önnek elsősorban, tudom, hogy az biztos. Minden egyes gyermekszületés egy nagy-nagy öröm. A kórház főigazgatója sem érkezett üres kézzel, az alpolgármesterekhez hasonlóan Stankovics Éva is ajándékkal készült. Nagyon örülünk, hogy nálunk hozta világra itt Mindegyiket. Gratulálunk, és nagyon szép vagy. Ildikó és Tibor első közös gyermeke Gabriella, öt féltestvére pedig már alig várja, hogy otthon dajkálhassák a legifjabb családtagot. Csendes baba, és mikor idehozzák hozzám, akkor mindig alszik, úgyhogy alig bírom fölébreszteni, hogy egy kicsit szopizzon. De majd megváltozik. Reméljük. Testvérei mit szóltak hozzá? Hát ők még csak a Facebookon látták fényképen, aztán majd tervezem, hogy holnap a mamájaik behozzák őket, és akkor látják élőbe is. Az elmúlt évek fokozatos csökkenése után 2012-ben már nőtt a 60-i kórházban született kisbabák száma, ami 2013-ban tovább emelkedett. 2012-höz képest 2013-ban 10%-os születésszám növekedés volt tapasztalható a 60-i kórház szülészetén. Ez a Szódik térség hozzánk tartozik, tehát onnan is érkeznek kismamák az intézménybe, illetőleg a helyi lakosság körében is úgy tűnik, hogy egyre több kismama jelentkezik nálunk szülésre, és egyre kevesebben mennek el, főleg Budapest irányába. Az osztály fejlesztése idén sem áll meg. A tervek szerint még januárban átadják a Samsung családi szobát.